új főtér Tiszafüreden, vádemelés a kunmadarasi robbanás ügyében, csak írásbeli érettségi lesz. Minden készen áll az óvodák és az iskolák nyitására. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 12-én 18 óra 5 perckor. Több mint 500 millió forintból újult meg Tiszafüred város központja. A települést évente több 10 000 turista keresi fel. A város vezetői abban bíznak, hogy a járványhelyzet csillapodásával, megszüntével közösségi tér és idegenforgalmi látnivaló is megújul majd a városban. Tovább javítaná eddig sem rossz turisztikai pozícióját Tiszafüred. Az önkormányzat ezért döntött úgy, hogy az idegenforgalom növelése érdekében felújítatja a város központját. 2019-es önkormányzati választáson egy olyan fejlesztési stratégiát tettünk le az asztalra, amelyre akkor a város lakosságának nagy többsége igen mondott. Akkor azt ígértük, hogy újjá fogjuk építeni Tiszafüredet. Célul tűztük ki, hogy az unalmas és egy kicsit visszamaradott vidéki kisvárosból egy dinamikusan fejlődő infrastruktúrájában megszépült és pezsgő járásközpontot fogunk kialakítani. Ambíciózus célkitűzés volt, rengeteg feladattal, munkával és felelősséggel. Azonban hála a tiszafürediek többségének nagy felhatalmazással kezdhettünk neki ennek a felelősségteljes munkának, és igyekeztünk is a kemény munkával és a sok-sok pályázattal ezt a bizalmat meghálálni, megszolgálni. Szerencsére és köszönhetően a jól átgondolt fejlesztési stratégiának, a kormány kiemelkedő támogatásának és a tiszafürediek támogatásának az elmúlt években számos területen stratégiai fontosságú fejlesztést tudtunk végrehajtani, és kiemelkedő eredményeket tudtunk elérni. Az 550 millió forintos beruházást 2019. novemberében kezdték el. Nem olyan régen volt, még 2014, amikor a helyhatósági választáson induló fideszes jelöltek, Újvár Imre munkatársai, Újvár Imre azóta polgármester úr, az ő segítői csapattagok pedig képviselők lettek. Azt vállalták, hogy Tiszafüredet egy fejlődési, növekedési pályára fogják állítani. Jól tudjuk azt, és a füredélyek igazán tudják, hogy a 80-as években nagyon dinamikus éveket tudhatott magáénak ez a település, és aztán valahogy megállt a fejlődés. Nem volt olyan a helyi vezetés, nem volt olyan az országos politika sem, amely segítette volna az ilyen és hasonló kisvárosokat. Holott Tiszafüred adottságai azok elsőrangúak, a termálvíz, a Tisza közelsége, a Hortobágy, a közlekedési útvonalak mind-mind arra predesztinálták ezt a települést, hogy gyorsan fejlődjön, látványos eredményeket produkáljon. Hiányzott ez jó pár dolog, ezek közül talán a legfontosabb az a jó városvezetés volt, az a hozzáértő városvezetés, amelyet Újvár Imre polgármester úr és az ő segítői, az alpolgármesterek, a Fidesz-KDNP képviselői megtestesítenek. Az ő munkájuknak az eredménye az a lakossággal és vállalkozókkal történő összefogás, az a kormánypolitika, kormányfejlesztés politikához igazodó városfejlesztő munka, amelynek a gyümölcsét most láthatjuk. Az elmúlt közel egy évtizedben ennek a munkának az eredményeként, mind a turizmusban, mind az intézmények vonatkozásában, a közterületeken, a munkahelyteremtésben, az oktatásban, valamennyi területen jól látható, látványos fejlődés történt, olyan, amit a Fidesz-KDNP vállalt, amely a vidékpolitika és a várospolitika szerves részét jelenti, és amelyet az emberek akartak, amelyre az emberek vágytak. És ezért állok én most itt büszkén, és sok szempontból meghatódva is, hogy ezeket a célokat sikerült elérni, és bízom abban, hogy az a csapatmunka, az a térség és országos összefogás, amely a kormányzat és a település között erős szálakat jelent, az a jövőben is tud majd folytatódni, és ilyen és hasonló beruházásokkal gazdagodik majd Tiszafüred, amely a Tiszatónak a gyöngyszeme, ennek a megyének, a mi vidékünknek egy igazán kedvelt és szép települése. A tér központi eleme a fény és hangjátékkal is ellátott lépcsőzetes szökőkút. Nem csak egy új városközpontot, orvosi rendelőt, új kézilabdapályát, szabadstrandot és nagyon sok mindent adott át ez a város.
Nagyon sok minden fejlődött. Az elmúlt 30 év lemaradását pótolta néhány év alatt. És nem szabad ennyivel megelégedni. Sokkal több van még ebben a városban, sokkal több van még ebben a csapatban, és azt gondolom, hogy olyan város fog itt épülni a szemünk láttára, amely nem csak kinevezés, nem csak megszólítás, hanem igazán kiérdemelt címként fogja viselni a Tiszatojó fővárosa címet. Egy olyan város, amely kulturálisan, amely gazdaságilag, amely turisztikailag példát tud mutatni a környező településeknek. A megszépült belvárosban új piaszcsarnok, valamint orvosi rendelő is épült. Olyan időszak előtt állunk, amely a magyar gazdaságtörténet, sőt Magyarország történelmének azt hiszem aranylapjaira kívánkozik majd. Csak arra gondolok, hogy a következő 7 évben olyan fejlesztési forrásokat fogunk megnyitni, amelyek több mint 1600 milliárd forinttal segítik a település és területfejlesztési operatív programokon keresztül a magyar vidéknek a fejlesztését, akkor érdemes ezt számszerűsíteni is. Több mint 14 ezer bölcsődei hely, több mint 1500 kilométer megvalósuló kerékpárút, és olyan vállalkozás fejlesztés, ami több ezer munkahelyet tud létrehozni a vidék Magyarországán. Azt kell tehát mondanom, hogy ha eredményesen és hatékonyan tudjuk kezelni a mostani járvánnyal a terhelt időszakot, akkor a magyar gazdaság történet nagyon gyorsan tudja újra azokat a lapokat írni, amiket az elmúlt években írt. Hiszen ne felejtsük el, hogy 2020 márciusáig a magyar gazdaság történet azt a példátlan tettet hajtotta végre, hogy sereghajtókból lettünk éltanulók 2019-ben, 2020-ban, a magyar gazdaság tudta felmutatni az Európai Unióban a legmagasabb gazdasági növekedést, és jelentősen le tudtuk dolgozni azt a hátrányt, amit 2010 előtt az ország összegyűjtött. Abban bízunk tehát, hogy az átoltottság, az oltási lendület folytatásával hamarosan újra abba a korszakba tudunk jutni, amikor meg tudjuk nyitni a ma még zárva lévő helyeket, lehetővé tudjuk tenni azt, hogy az élet minél gyorsabban visszatérjen minden egyes olyan helyre, minden egyes olyan intézménybe, amelyet bezárásra kellett ítélni, és a magyar gazdaság pedig visszaálljon arra a dinamikus növekedési, stabil pályára, hiszen ezt se felejtsük el, hogy hiány és adósság csökkenés kísérte ezt a növekedést, tehát vissza tudunk térni arra a pályára, amin korábban voltunk. A Tiszató fővárosaként Tiszafüred évek óta turisták tízezreit látja vendégül minden évben. A járvány után az idegenforgalom újabb, minden eddiginél nagyobb léptékű fellendülésére számítanak a településen. A karcagi járási ügyészség vádat emelt egy 66 éves kumadarasi férfi ellen foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt. A vádirat szerint a férfi 2020. június 17-én Kunmadarason az édesanyjával és két testvérével közösen lakott kertes családi ház konyhájának a falát szerette volna kijavítani. Azért, hogy a gáztűzhely mögötti falfelülethez hozzáférjen, leszerelte a készüléket a gázvezetékről. Ennek során azonban a gázvezeték nyílását szabadon hagyta, arra nem helyezett végelzárót. Két nap múlva, június 19-én a reggeli órákban a férfi édesanyja véletlenül megnyitotta a gázvezeték golyós csapját, és a konyha légterébe kiömlő gázt egy elektromos szikra berobbantotta. A fellobbanó lángok az idős hölgy testfelületének 10-19%-án, arcán, nyakán és kezein első és másodfokú égési sérüléseket okoztak. A baleset azért következett be, mert a szakképzettséggel nem rendelkező férfi a gáztűzhely kikötésekor nem tartotta be a gázszerelői tevékenység szakmai előírásait. A járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével próbára bocsájtás intézkedést alkalmazzon a férfival szemben. Az ügyben első fokon a karcagi járásbíróság fog dönteni. Május 10-én indul újra a jelenléti oktatás a középiskolákban, jelentette be a miniszterelnök.
Május 10-én indul újra a jelenléti oktatás a középiskolában, jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában közölte, az operatív törzs döntött arról is, hogy az elmúlt évhez hasonlóan csak írásbeli érettségi vizsgák lesznek. A középiskolákat nem érintette váratlanul a döntés. A tavalyi tanévben erre már volt példa. Nagyon részletesen kidolgozott intézkedési terv szerint fognak az írásbeli érettségig zajlani. Egyéni beléptetési rendszer, mindenki meghatározott időpontban, 4 pontban jelennek meg a 4 vizsgabizottságiba beosztott tanulók, és a felügyelő tanárok számát megnöveltük, hogy semmiképpen ne érintkezzenek egymással. A napi munkamenetet azért egy icipicit megzavarja, hiszen ugye mi mindig az adott kormányrendeletnek megfelelően hozzuk meg a döntéseinket, szervezzük a munkánkat. Így ma nagyon sok kérdés felvetődött, amire nem tudunk válaszolni. Jövő héten indulnának az osztályozó vizsgák az előrehozott érettségik miatt. Tavaly törölték az előrehozott érettségiket, nem tudjuk, hogy az idén hogyan lesz. Én azt az utasítást adtam, hogy minden diák és tanár készüljön úgy, hogy vizsgázhatnak, a tudást nem fog elvészni, legfeljebb majd jövőre tudnak leérettségizni az alsóbb évfolyamok is, de azért reméljük, hogy ha már készültek több mint egy tanéven keresztül az előrehozott érettségére, akkor tudnak vizsgázni. A kormányfő kifejtette, ez azért is fontos, mert az érettségi szerepet játszik az egyetemekre való bejutásban. A szokásos digitális felületeken, mi ugye a Moodle keretrendszert, távoktatási keretrendszert használjuk a távoktatásban, a digitális munkarendben. A végzősöknek külön szerveren vannak az anyagaik, így ők napra készen minden végzősöket érintő információt ott meg tudnak kapni, de is természetesen az iskola Facebookos oldalán, honlapján ki lesz téve minden beosztás és minden információ. Azért, hogy fair legyen a tavaly és az idén érettségizők versenye, fontos, hogy összhang legyen a két vizsga között. Zavartanul lebonyolódott tavaly az érettségi. Aki tovább szeretett volna tanulni, tovább tudott tanulni, hiszen az ország minden érettségizője azonos feltételek szerint lett megméretve tavaly is. Nagyon jó ötletnek tartottam, hogy azok a tanulók, akik tavaly érettségiztek, az idén érintésmentesen kaptak lehetőséget javításra, ismétlő érettségi letételére. Intézményünkben senki nem ért ezzel a lehetőséggel, tehát a tavalyi évben érettségiző diákok az idén már nem kívántak a tavalyi eredményeken javítani, tehát úgy gondolom, hogy ez az eljárásrend is teljesen korrekt. A diákok azért szerettek volna egymással találkozni, de szerintük is elsődleges a biztonság. Minden készen áll az óvodák és az iskolák április 19-i újranyitására, városunkban és térségünkben egyaránt. Az érettségik minél biztonságosabb lebonyolítása érdekében a 9-től 12. évfolyamokon csak május 10-én áll vissza a jelenléti oktatás. Az első és 8. évfolyamokon és az óvodákban azonban már április 19-én. Az érettségik szempontjából fontos kis csoportos felkészítőket, konzultációkat ugyanakkor továbbra is szervezhetnek a középiskolákban. Főszabály szerint csak az írásbeli érettségiket tartják meg, a szóbelik és a gyakorlati részek jellemzően elmaradnak. Ezt a modellt tavaly már sikeresen alkalmazták Karcagon is. Az előrehozott vizsgákat azonban idén megtartják. Több mint 110 ezer érettségizőre számítanak. Azon vizsgatárgyak esetében, amelyek középszinten csak szóbeli részen rendelkeznek, idén is meg kell szervezni a szóbeli megmérettetést. Ha bármely középszintű érettséginél a diák írásbeli teljesítménye a 12%-ot elérte, de a 25-öt nem, akkor tehet szóbeli vizsgát. Testnevelésből szóbeli és gyakorlati érettségit is kell szervezni. Az úszás és a küzdősport gyakorlatait azonban el kell hagyni, ezek ugyanis fokozott fertőzési kockázatot jelentenek. Az érettségi idén sem lesz kötelező, aki mégsem akar vizsgázni, szeptemberig visszaigényelheti a befizetett díjat. A sikeres oltási kampánynak köszönhetően azonban már az újranyitás került napirendre. Annak érdekében, hogy ez megtörténhessen, soron kívül immunizálják a pedagógusokat, akik közül már több mint 100 000-en megkapták a vakcinát. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon.
Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!